Új a festés és új a felirat a Laskodi Általános Iskola épületén. Tavaly óta nem működött itt oktatás, miután mindössze 27 tanulóját az intézménybe. Idén tavasszal aztán elindult egy kezdeményezés, aminek eredményeképp újra élet költözött a falakon belülre. Új szolgáltatás is része az újra nyílt intézménynek. A jövőben már sajátos nevelési igényű gyerekeket is oktatnak a tantermekben. Nem csak laskodiakat, hiszen ez a Kisvárdai Tankerületi Központ első ilyen integrált intézménye. Nem csak a településünk, a környékünkön lévő településeknek is nagyon-nagyon nagy jelentős lépés volt ez, ami most történt. Egy olyan oktatási intézmény, ami gyógypedagógiai intézményként fog itt továbbiakban működni, ez nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen azon gyerekeknek, akiknek többre van szüksége szakemberek által, képzések által, azok a gyerekek itt megkapják azt a lehetőséget, azt az oktatást, amire szükségük van, hogy a későbbiekben akár önállóan, illetve önállósodásra is alkalmas legyen az életük. A település vezetés célja, hogy tovább bővítsék az újra nyílt intézményt, és valamennyi korosztály számára ebben a környezetben teremtsék meg a nevelést és az oktatást. Ezt az önkormányzati kézben lévő épületet szeretné az önkormányzat óvodának átalakítani, de szakiskola és kollégium létrehozása is a tervek között szerepel. Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ vezetője a megnyitón azt mondta, hiánypótló az új iskola, hiszen ma már minden térség számára alapvetés a hiányosságokkal élő gyerekek oktatása. Vannak itt ugye autisták, vannak így enyhén értelmi fogyatékosok, tehát az az igazság, hogy egy ilyen intézményben lehet ezeket a gyerekeket úgy fejleszteni, hogy kis csoportban, akár egyéni foglalkozásokkal, akár mozgásfejlesztéssel, akinek erre van szüksége. Úgyhogy minden ilyen intézmény azt gondolom, hogy kincs. És mondhatnám azt, hogy sajnos, hogy kell, de mert hogy ugye ez azt jelenti, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek ilyenre van igényük, de én azt gondolom, hogy ő belülük ugyanúgy szakmát fognak tanulni, tehát a szakiskola is majd nagyon fontos lesz, hogy itt kialakítsák, mint hogy nagyon fontos lesz, hogy óvoda is legyen. Tehát ez akkor lesz teljesen egy komplexum, hogyha lesz óvodai nevelés, lesz általános iskolai nevelés, és lesz egy szakiskolai nevelés. Ez a célunk, hogy ezt itt megvalósítsuk. A Klebersberg központ elnöke hozzátette, a veszélyhelyzetben bevezetett több hónapos távoktatás lehetővé tette az iskola felújítások felgyorsítását. Ennek nyomán az elmúlt egy évben országszerte több mint 100 iskolában történtek fejlesztések, összesen 84 milliárd forint értékben.